Tehát itt válik el az, hogy nem mindenki ugyanazért autózik, nem mindenki ugyanazért az élményért csinálja. Van, akinek ez kényszer, van, aki szorongva, de vezet, van, akinek pedig egy felhőtlen szórakozás. Ismét együtt az utakon a Magyar Suzuki-val. Kampányunk célja tanácsokat adni a kezdő és újrakezdő vezetők részére, illetve a tapasztalt vezetőket picit érzékenyíteni a kezdők irányába. Partnereink Szabó Balázs Máté és Sipos Orsi mind a ketten a stand-up világából érkeztek. A látottakat és a tapasztalatokat Zerkovics Dávid közlekedés pszichológussal fogjuk értékelni. Nekem 10 éve már van jogosítványom. Ne gyere rám! Félek a vezetéstől, tehát hogy így konkrétan rettegek minden egyes alkalommal, amikor be kell ülnöm az autóba, szerintem most is konkrétan remeg a kezem. Kisvárosba tanultam megvezetni, és nekem ez a budapesti, meg ez a nagyvárosi forgalom az ilyen halálosan félelmetes. Engem egyáltalán nem zavart annak idején, Most miért dudálsz le? Ez egy érdekes szituáció. Mennyire vonja a figyelmét ez szerinted? Mindenképpen jobban, mint kellene, az biztos. És az is látszik, hogy érzelmileg kifejezetten mélyen bevonódik ezekbe a szituációkba. Figyeljük meg, hogy azt mondja, már 10 éve van jogosítványa, és még mindig így érzi. Sokkal többen vezetnek szorongva a közutakon, mint azt hinnénk. Hossi jó helyen fogja a kormányt. Ez mindenféleképpen előny. Kialakuló vészhelyzeteknél reagálni erre. És ő jól fogja a kormányt így. Egyáltalán nem biztos, hogy ő rossz sofőr. Lehet, hogy nagyon sok mindent megjegyzett, olyan dolgot, amit más nem. Lehet, hogy egy vészhelyzetet akár nagyon jól le is tudna reagálni. De van itt még egy érdekes dolog, amit említett, hogy ő kisvárosban tanult vezetni. És ezt is sokan átélik, hogy amikor bekerülnek friss jogosítvánnyal Budapestre, vagy egy nagyobb városba úgy, hogy még nem volt ehhez szerencséjük, hogy nagyon magas szorongást tudnak megélni. És én ilyenkor mindig mindenkit bátorítanék arra, hogy már a tanulási időszakban próbálja meg akár felügyelettel a nagyvárosi környezetet, mert a kezdő reflexeknek a kialakulása, ez egy kritikus időszak, egy kritikus periódus a vezetni tanulás során. Nagyon fontos az, hogy el tudjak találni egyik helyről a másikra, és ugye az az információ, amit az autóvezetőknek itt magukban kell szívni, tehát elő körülöttük lévő forgalom, a KRESZ szabályok, és még oda jussak el A-ból B-be most, merre kell menjek, hova kell menjek? Én azt gondolom, mai világban már nem egy ördöntő való navigációt használni. Fontos, hogy előre mondjuk átnézzük azt az útvonalat, főleg kezdő sofőrként. Mert lehet olyan, hogy ez a navigáció nagyon furcsa helyzetekbe fog minket keverni, és ha ott kell, akkor in situ hirtelen kitalálni, hogy mit kezdjek a helyzettel, ez egy plusz stresszt jelent. Engem egyáltalán nem zavart annak idején a T-betű, ha most lehetne, akkor az egész motorháztetőt egy hatalmas nagy T-betűvel befedném. Ha lenne az autók köré egy ilyen gumikerék, mint a Dodge-meken, az első 10 évre mondjuk, én azt nagyon megadnám. Én ezt így kötelezővé is tenném, mint a gyerekeknek a pótkerék a biciklin. Én azt gondolom, a tapasztalt sofőröknek nem azt az információt közvetíti a T-betű, amit kéne. Figyeljünk rá, legyünk velük türelmesebbek, nem előzékenyebbek. Ez egy ilyen jelzés mértéke kéne, hogy legyen. Mert hogy egy E-betűt kéne föltenni a T helyett, hogy egyszer te is voltál kezdő című dologgal, vagy valami hasonló. Azt tudjuk a félelemről és a szorongásról, hogy ezek tanul dolgok. Ezért nagyon fontos, hogy ő bízzon a képességeiben. Ha azt akarjuk, hogy kevesebb szorongó autóvezető legyen, akkor próbáljuk meg mi, többi autóvezető kigyógyítani ezt belőlük azzal, hogy bizalommal fordulunk feléjük. Nagyon sok minden múlik az oktatón, hiszen most már, hogy ilyen sok autó van körülöttünk, nem csak vezetni kell megtanítani a tanulókat, hanem közlekedni is. Nem azzal van a baja, hogy nem tudja az autót elvezetni, neki a többiekkel van baja. És abban a helyzetben, hogyha az oktató ezt megfelelő módon lereagálja, és megpróbálja feloldani, és ugye a KRESZ-nek az elsődleges szempontja a kölcsönös bizalom elve, és ezt ugye, ha átadja az oktató, meg tudja tanítani, ezt már csak utána mi közlekedőt tudjuk lerombolni. És melyik az a része ugye a KRESZ-nek, amit a legtöbbször vitatnak, és a legtöbbször mondják, hogy ezt ki kellene húzni, ez a bizalmi elf, hogy én nem akarok megbízni a többiekben, mert az a biztos, hogyha én megyek úgy, ahogy is majd én elkerülöm. Nem, én azt gondolom, hogy ez egy óriási társas játék. Amikor megyek az úton, és jön egy mentőautó, akkor én mindig nagyon-nagyon jól érzem magam, hogy úristen, tök jó, mert hogyha most valami történik, vagy valamit csinálok, akkor azonnal itt tudnak lenni. Ez is a szorongásnak egyfajta jele, hogy
a legtöbb szituációból arra asszociál, hogy mi lesz, hogyha neki baja lesz. Abszolút a saját képe szerint látja egyelőre a közlekedést, még ha jól látom, nem annyira tanult meg a többiek fejével gondolkodni. Ez majd egy következő lépcső lesz, tehát ha ő jobban biztonságban érzi magát majd a közúton. Itt többől nem derül ki, hogy használja a megkülönböztető fényes hangjelzést a mentőautó, vagy nem. Tehát azért egy borzasztó nagy különbség az, hogy ha a mentőautó éppen megy valahova, vagy éppen akcióban van, akkor hogy viselkedek vele. Az egyik legstresszesebb dolog, hogyha az ember új sofőr, hogy folyamatosan a fenekedben jönnek ilyen széttuningolt autók. Alapból nem értem ezeket a széttuningolt autókat egyáltalán, hogy ez, amik ilyen nagyon-nagyon hangosan mennek, hogy miért, hogy ez kinek jó, hogy így a világ az így ennek örül, vagy volt-e már olyan valaha, hogy elment mellette egy ilyen hangos feltuningolt autó, és azt mondta, hogy anyás, de jó, hogy ez erre jött. De hogy srác? Hát biztos, hogy nagyon sokan élvezik ezeket a tuningos, hangos járműveket. Nyilván sokan ezért is csinálják, és az utcán is utána fordulnak. Tehát itt válik el az, hogy nem mindenki ugyanazért autózik, nem mindenki ugyanazért az élményért csinálja. Van, akinek ez kényszer, van, aki szorongva, de vezet, van, akinek pedig egy felhőtlen szórakozás. Ennek ellenére ugyanazon az utcakaszon egymás mögött mennek. Legyen az hangos autó, tuningolt autó, öreg autó, fiatal autó, ezek mind-mind közlekedő autók, és ugyanaz a szabályrendszer vonatkozik rájuk. Nekem az segítene amúgy így összességében, hogy így biztonságban érezzem magam az utakon, hogyha mondjuk lenne egy ilyen kedves GPS-em, ami így támogat, így elmondja, hogy minden rendben lesz, most nézz a visszapillantó tükörbe, és mondd magadnak, hogy szeretlek. Tök nagyot segítene. Menjetek, persze, előzzetek meg. Kell neki a pozitív visszacsatolás, én azt abszolút, gondolom, abszolút. És ez minket jellemez, és a közlekedési rendszert, hogy a veszélyére, arra, hogy mit nem csinálunk jól, arra azonnal figyelmeztetjük a másikat, de arra, hogy igen, az úgy jó lesz, csináld, arra valahogy nincsen alkalom, hogyha az ember kikerül a tanfolyami világból. Igazán professzionális visszajelzést utána már nem, vagy csak nagyon nehezen fog tudni kapni. Nem megfelelő visszacsatolások miatt van az, hogy egy téves hittel én azt gondolom, hogy jó vezető vagyok, és nem tudom elismerni a hibáimat egy idő után. Nagyon sok kezdő vezető, ők reálisabban látják a képességeiket, és jól látják azt, hogy ők még nem vezetnek olyan jól. Amit érdemes még Orsinak mindenképpen magáévá tenni, ez a fejlődés iránti igény, és az a hit, hogy ő erre képes, hogy ezt a fejlődést munkával ugyan, de el fogja tudni érni, hiszen mindenkinek volt T betű az autóján, amit először vezetett, legalábbis nagyon reméljük. Hányszor fogalmazta meg, hogy arra vágyik, hogy pozitív megerősítést kapjon, a többiek egy kicsit hagyják békén. A többi autóvezetők, akiknek már minden lehetőségünk és képességünk megvan arra, hogy egy komolyabb vészhelyzetet is elhárítsunk, mert van rá tapasztalatunk. Morálisan úgy gondolom még nagyobb a felelősségünk, mint neki, és pontosan ezzel fogjuk tudni belőle kiirtani ezt a szorongást. Orsi, te egy jó sofőr vagy, tehát bízz benne, bízzál magadban, és a környezete is ugyanezeket a visszajelzéseket adja neki. Lehet meglepne, hogy több pontszámot érne el egy kereszt vizsgán, mint mi akár. Lehet, hogy hamarabb beáll egy parkolóba, mint egy tapasztalt sofőr. Elképzelhető.